A civilek menekülése idején sem állt le az ostrom hétfőn Kijevben és környékén, illetve több ukrajnai városban. Iprinj Kijev északnyugati elővárosa. Fegyverropogás hallatszódik és lövedékek becsapódását látni azokon a felvételeken, amik a lakosság menekülését mutatják az Iprinj folyó felrobbantott hídjának romjain keresztül. Ez az a híd, amit egy azóta hősként emlegetett ukrán katona robbantott fel, hogy elvágja az orosz erők útját. Az ukrán külügyminisztérium azt közölte, hogy az orosz tüzérségi támadások miatt lehetetlen volt a civilek evakuálása hétfőn Kijevből, Mariupolból, Szumiból, Harkivból, Volnohavából és Mikolaivból. Az ukrán erők visszafoglaltak egy települést az északkelet-ukrajnai Harkiv, Ukrajna második legnagyobb városa közelében. A Csuhuiv településen kialakult helyzetről egyelőre nem közölt részleteket az ukrán vezetés. Moszkva Kijevet hibáztatja a sikertelen evakuációs kísérletekért. Az orosz erők két irányba garantálják a humanitárius folyósok sértetlenségét, Oroszország és Belarusz felé. Az ukránok felelőssége Moszkva szerint, hogy nem használják ki a lehetőséget. Belarusban harmadszor ültek tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország képviselői. Kijev előrelépésként értékeli, hogy nem szakadtak meg, és folytatódnak az egyeztetések a humanitárius folyósok logisztikájáról és a tűzszünetről, míg Moszkva eredménytelennek minősíti a tárgyalások harmadik fordulóját. Az egyeztetések idején is folytatódtak a harcok Ukrajna több megyéjében. Több mint 900 ukrajnai városban nincs áram, víz és fűtés az orosz támadások következtében. A lakosság tömegesen menekül a keleti országrészből nyugati irányba. A lengyel határhoz közeli Lvivbe érkeztek hétfőn a legtöbben, túlzsúfolt vonatokkal, buszokkal, sokan pedig gyalog.